Szeptember 19-én a Szent Atya ismét az apostoli palota ablakából imádkozta el a szokásos, vasárnap déli úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel. Arról beszélt, hogy csak akkor lehetünk Jézus követői, ha szívből törődünk a rászorulókkal. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo della liturgia odierna. A Szent Atya Márk evangéliumából idézve elmondta, hogy a Jeruzsálembe vezető úton Jézus tanítványai azon vitatkoztak, idézem, ki a legnagyobb közöttük. Jézus ezután egy erős mondattal szólt hozzájuk, amely ma ránk is érvényes lehet. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Ha első akarsz lenni, akkor a sor végére kell állnod. Az utolsónak kell lenned, és szolgálnod kell mindenkit. Ezzel a mondattal az Úr fordulatot hajt végre úgy, hogy felborítja a kritériumokat, melyek meghatározzák, mi is számít igazán. Egy ember értéke többé már nem attól függ, hogy milyen szerepet játszik, milyen sikeres, milyen munkát végez, vagy éppen mennyi pénz van a bankszámláján, hanem arról, hogy a nagyság és az eredményesség Isten szemében más mércével mérhető. A szolgálattal mérik azt. Nem azzal, amit van, hanem azzal, amit adsz. Szeretnél kitűnni? Szolgálj! Ez a követendő út. Ma már a szolgálat szó kissé megfakultnak és elkopottnak tűnik. Az evangéliumban azonban pontos és konkrét jelentése van. A szolgálat nem az udvariasság kifejezése, hanem annak utánzása, ahogyan Jézus cselekedett, aki életét néhány szóban összefoglalva azt mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Ezt mondta az Úr. Tehát, ha Jézust akarjuk követni, akkor azon az úton kell járnunk, amelyet ő maga jelölt ki, a szolgálat útján. Az Úrhoz való hűségünk attól függ, mennyire vagyunk készek szolgálni. Mint mondta, ahogy növekszünk a másokkal való törődésben és a rendelkezésre állásban, egyre szabadabbá válunk belül, egyre jobban hasonlítunk Jézusra. Minél többet szolgálunk, annál inkább érezzük Isten jelenlétét életünkben. Különösen akkor, amikor azoknak szolgálunk, akik nem tudnak mit visszaadni nekünk, a szegényeknek, gyengéd együttérzéssel felvállalva nehézségeiket és szükségleteiket, akkor viszont azt is felfedezzük, hogy Isten minket is szeret és átölel. Mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri, diventiamo più liberi. Ferenc pápa elmondta, azokat kell szolgálnunk, akiknek szükségük van arra, hogy kapjanak, és nem tudnak mit visszaadni nekünk. Azzal, hogy befogadjuk a kirekesztetteket, az elhagyatottakat, Jézust fogadjuk be, mert ő ott van. És abban a kicsiben, abban a szegény emberben, akit szolgálunk, mi is megkapjuk Isten gyengéd ölelését. Engedjük tehát, hogy megszólítson bennünket az evangélium, és tegyük fel magunknak a kérdést. Én, aki Jézust követem, érdeklődöm-e a legelhagyatottabbak iránt? Vagy mint azon a napon a tanítványok, én is csak a személyes érvényesülésemet keresem. Az életet versengésként értelmezem, hogy másokat elnyomva könyökölve jussak előre, vagy hiszem, hogy az lesz az első, aki szolgál. És konkrétan, szentelek-e időt valakire, aki kicsi? Valakire, akinek nincs módja viszonozni? Törődöm-e valakivel, aki nem tudja nekem viszonozni? Vagy csak a rokonaimmal? A barátaimmal? Ilyen kérdéseket tehetünk fel magunknak. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. A Szent Atya az Angelus elimádkozása után megemlékezett a mexikói Hidalgo államban történt áradások áldozatairól is, különösen a Tulai kórházban meghalt betegekről és hozzátartozóikról. Továbbá imáiról biztosította azokat is, akiket igazságtalanul tartanak fogva külföldön. Mint mondta, sajnos különböző esetekről van szó, a háttérben sokszor különböző és összetett okokról.
Reméli, hogy a kötelező igazságügyi eljárások eredményeképpen ezek az emberek a lehető leghamarabb visszatérhetnek hazájukba. Szólt a franciaországi La Salette kegyhelyről is, ahol a Szűzanya megjelenésének 175. évfordulójára emlékeznek. A Szűzanya itt könnyezve jelent meg két gyermeknek. Mária könnyei Krisztus bűneinkért érzett fájdalmát tükrözik, és mindig időszerű felhívást jelentenek arra, hogy rábízzuk magunkat Isten irgalmára. Mondta végezetül a Szent Atya. È un appello sempre attuale ad affidarsi alla misericordia di Dio. Auguro a tutti voi una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.